A nyári hónapok a betörők kedvelt időszakai, a nyaralások miatt sok ingatlan válik ilyenkor akár hetekre is szabad prédává, az ilyen lakásokra és házakra szakosodott tolvajok pedig kifejezetten ügyes módszerekkel képesek kifigyelni, hogy hova lehet éppen könnyedén bejutni, ezt mondja a rendőrség szóvivője, éppen ezért érdemes néhány jó tanácsot megfogadni, mielőtt pihenni indulunk otthonról. Ismerősöknek, rokonoknak, szomszédoknak szóljunk, hogy az otthonunk környékét folyamatosan figyeljék, és hogyha idegen járműveket, illetve idegen személyeket látnak a környéken, akkor a járműrendszámát írják fel, illetve figyeljék meg azt, hogy ezek az idegen személyek miért is kerültek oda a mi otthonunkhoz közel. A redőnyöket sem érdemes teljesen leengedni, ez is figyelemfelhívó jel lehet ugyanis a betörőknek. Ha napokig nem mozdul az ablak sötétítője, akkor jó eséllyel nem is tartózkodik senki a házban. A postaládák ürítését is érdemes ismerősre bízni. A sok levél és boríték szintén szemet szúrhat a tolvajoknak, de az internetes megosztásainkkal is érdemes csínyán bánni. Ne hívjuk fel figyelmét az embereknek a közösségi oldalakon, hogy milyen utaztunk, ne posztoljunk élőben, hogy éppen hol tartózkodunk, hiszen az a betörőknek, illetve azoknak a személyeknek, akik az otthonunk biztonságát meg akarják valamilyen módon kárhoztatni, azok rögtön oda fognak erre figyelni. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság egyébként évek óta működteti az országosan is egyedülálló úgynevezett nyaralókártya nevű programját. Ennek a lényege, hogy aki huzamosabb időre elhagyja az otthonát, annak egy rövid rendőrségi regisztrációt követően lehetősége lesz arra, hogy az egyenruhások naponta többször is ellenőrizzék, hogy minden rendben van-e a házak körül.